Ez az utolsó videóm ma, mert visszaalszom, és jaj, ilyen zenei videókat nézegetek, meg ezt a Áront ilyen fura videókat csinál. Nekem tetszik, hogy én kislány vagyok, én megnézegetem őket, de ilyen gyerekes, vagy nem tudom, ilyen, nem baj, nem baj, immature, nekem tetszik. Jó, én megnézegetem őket, de majd elalszom közben, csak szólok neki, hogy ne sértődjön be, jó? Egy pillanat, előjük subscribe-olva a csenejére, nekem is subscribe-oljanak, de nyugodtan. A doktor Erdő Péternek üzennék innen az ágyból, mert utána a remek pisilni, és itt kicsit itt alszom, mert olyan rossz, hogy négykor fölkeltek, nem az a baj. Szolgálatban vagyok, és át kell nézem az Instát, a Twittert, én már nem tudom miket, tehát hullafáradt vagyok komolyan, a Facebook meg nem működik valamiért, majd meglátjuk, mi lesz haza. Nekem is be van zárva ott a profilom, mert felesleges, semmilyen adat nem jön, nem jönnek meg az e-mailek, tehát valami káosz van a Facebookunkkal, majd meglátjuk, mi lesz vele, jó? Pillanat. Dr. Erdő Péternek. Ott vannak olyan párok, igen, akik még ilyen fiatalabbak, igen, hallgatom önt, érsek úr, és illetve most bíboros, ilyen, de ilyenkor bíboros, és fel vannak azon háborodva, igen, hogy ők inkább szeretgetni akarják egymást, és nem értik, hogy miért nincs meg az a szenvedély. Semmi gond nincsen, nem, nyugodjak meg, mert nekik a szeretgetés fontosabb, mint a szex. Nem baj, nem baj. Őket úgy hívjuk, őket a hold tartja hatás alatt, de nyugodjak meg. Ők befolyásolhatóbbak, mint a többiek, semmi baj nincs velük, nem birkák, nem hülyék, semmi baj nincs velük. Nyugodtan engedjék el magukat, néha akarnak szexelni, néha meg így szeretik egymást, nem baj, semmi gond nincs. Egy, nem vagyunk egyformák, kettő, én nem bíráltam senkit se. Nekem más problémám volt itt a helyiekkel, jó? Tehát itt a helyieknél elterjedt az rémhír, hogy az a jó szex, hogy a férjednek nem adod magad oda, és a fürdőszobába bedugod az ujjad a pinádba, és úgyse jó szex. Emiatt én átállítottam őket, de ők engedtek a csábításnak, tehát a helyekkel volt ez a problémám. Nem olyan magyarok ilyen holdhatásúak, vagy nem tudom milyenek, jó? Tehát nekem teljesen mindegy milyenek, én úgyse párosodom se ezekkel, se azokkal, másokkal se, jó? Tehát nekem teljesen mindegy, ki micsoda, vagy kicsoda, micsoda. A helyek azt mondták, hogy buzik, mert a helyek naponta egyszer szeretnének párosodni. Azt mondják a helyek, hogy buzik, az is lehet, nem tudom, nem tudom, én nem is a magyarokat, tehát fogalmam sincs. De ha az Erdő Péternek ilyen problémája van, mert őt szeretem nagyon. Akkor üzenném neki, hogy ne aggódjanak, jó lehet, hogy a hold van rájuk hatással, és jobban szeretnék egymást szeretgetni, mint ezt a szexet, de a szex nagyobb érzelmi löketet ad, mert endorfint termel, mint az egymás szeretgetése. Lehet, hogy nem tudom, higiénia gond van, vagy nem tudjuk. Lehet, hogy prüdek, nem tudom. Az Erdő Péter úr védelmében mondom, hogy ő jól csinálta, de semmi gond nincs. Nyugodjon meg, bíboros úr, nyugodjon meg. Minden rendben, én is tisztem önt. Szép napot, jó?